Szeretettel köszöntök mindenkit a Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság január 29-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság határozott képes. Először kérem, hogy a napirendről szavazzunk. Kérdezem, hogy van-e valakinek módosító javaslata a napirendről pontokkal kapcsolatban. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki egyetért vele a jelzés után igennel szavazzon. Köszönöm. Egyhangú megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a napirendi pontokat. Első napirendi pontunk, javaslat a Kismarosi Kismorgó óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról. Itt a változtatásokra főleg azért volt szükség, mert új jogszabályok lett a hírekben január 1-től, és a iskola is, meg az óvoda és bölcsőde dolgozóinak egy része más törvény hatálya alá került. Köszönjük szépen az alapos munkát, és kérdezem, hogy ki szeretnéd egészíteni, Erika? Csak annyit. Ha, akkor viszont mikrofonba. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Én csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy nem csak amiatt kellett, hogy a jogviszonyunk változott, ugye, mert közalkalmazotti jogviszonyból köznevelésben foglalkoztatotti jogviszonnyá alakult az óvoda, a bölcsőde maradt a közalkalmazotti foglalkoztatotti jogviszonyban, illetve az új pedagógus életpályatörvény számos helyen meghatározta az ezzel járó jogokat és kötelességeket, jó részt elvette a nevelőtestülettől, és fenntartói hatás körbe helyezte át például az SMS jóváhagyását, a házi rend, az éves munkaterv, a pedagógiai program, ami eddig a nevelőtestület hatáskörébe tartozott, most már nem. Csak javaslattevő joga van, illetve házi rendet fogad el a nevelőtestület. És illetve kiegészült még az SMS-ünk néhány olyan sorral, ami a szülői kötelezettségekben is változást mutatott, illetve hát igen, igazából az, igen, azzal, tehát a szülői jogok, kötelességek, és a házi rendben volt némi változtatásunk, leginkább az étkezésnek az értelmezésével és konkrétan az étkezés lejelentésével kapcsolatban, ami a szülőket érintő kérdés. Tehát ennyivel egészült ki. Egyébként az egészet át kellett módosítani, mert nagyon sok helyen megváltozott az elnevezés is, tehát át kellett dolgozni. Köszönöm szépen. Ha nincs, akkor még egyszer megköszönöm a alapos munkát, és szavazásra bocsátom az első napirendi pontot, aki elfogadja a jóváhagyásra javasolja Kismarosi Kismorgó óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzatát. Kérem, hogy a jelzés után igennel szavazzon. Öt igen, megállapítom, hogy a bizottság egyhangulag elfogadta az SMS-t. Második napirendi pont döntés a településkép védelméről szóló 6/2017-es önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérdezem főépítész urat, hogy ki szeretnéd egészíteni? Nincs kiegészítés, akkor anyagot olvastátok, itt kétszer kell szavaznunk. Köszönjük, szia!
először egy határozatot hozunk, és utána pedig rendeletet alkotunk. Tehát ez a napirendi pont, ez két szavazással fog járni. Kérem ezzel kapcsolatban kérdéseket, vagy hozzászólásokat. Ha nincs, akkor először a határozati javaslatról szavazunk, amiben Kismaros község településképi rendeletének módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás lezárásáról szavaz a testület. Ez egy határozat. Aki ezzel egyetért, az anyag alapján kérem, hogy jelzés után igennel szavazzon. Köszönöm, egy hangú öt, igen. És a következő Kismaros község önkormányzata képviselőtestületének önkormányzati rendeletéről szavazunk, a településkép védelméről szóló 6/2010-es önkormányzati rendelet módosításáról. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, jelzés után igennel szavazzon. Egyhangú, öt igen, megállapítom, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a rendeletet. Következő napirendi pont, javaslat Kismaros község önkormányzat kezelésében lévő utak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendelet módosítására. Anyagot szintén megkaptuk. Jegyző úr, kiegészítés. Botond. Ilyen kérdésem lenne, hogy szerepel az anyagban, hogy 12 000 forint a díja ennek, hogy kimegy az önkormányzata valaki, és a helyszínen van. De ez 12 000 forint per micsoda? Per óra, per alkalom, vagy mi? Köszönöm. Köszönöm szépen. Alkalomra gondoltunk, tehát magára az engedélyre, és azt nézem, hogy hol van ez benne pontosan. Azt mondja, hogy... De ez alkalomra vonatkozik, az biztos, tehát nem óránként van meghatározva. Nem közlekedés igénybevétel esetén fizetendő szakfelügyeleti díj, ez egy egyszeri díj, 12 000 forint plusz áfa. Van, ahol egyébként óránként van meghatározva, én úgy gondoltam, hogy itt talán azért az nem annyira életszerű, és ez az összeg is például Pécel város önkormányzata ezt az összeget használja, tehát ez sem légből kapott volt ez a díj. Azt gondolom, hogy Huszák János fogja ezt a feladatot ellátni, vele úgyis van az önkormányzatnak szerződése, és ez meg az önkormányzatnak lesz a bevétele, de nem is alapvetően a bevétel növelés a lényeg, hanem hogy egy szakember jelenlétében történjen az út átvágását követően a rétegrendeknek a megfelelő tömörítése, és ezzel az önkormányzat is valamelyest biztosítva legyen, hogy az eredetinek megfelelő vagy ahhoz közeli állapotba kapjuk vissza az utat. Azért hoztam be ezt, mert tavaly évben is, meg előtte is én úgy érzékeltem, hogy ez itt Kismaroson is közügy vagy probléma, hogy ez nem megfelelően van kezelve. Azzal még mindig nem tudunk mit kezdeni, hogyha a DMRV
valamilyen hirtelen csőtörés okán ennek neki esik az útunknak, és ezt felvágja, viszont előírtuk benne, hogy ezt követően viszont köteles bejelenteni a munkavégzést ide, és akkor viszont a Huszák János ki is fogjuk küldeni, amikor a DMRV alvállalkozó oda idejön, és akkor elkezdi az utat készíteni. Úgyhogy én bízok benne, hogy most már valami jogi garanciánk lesz arra, hogy az utakat megpróbáljuk kézben tartani, és ha már vannak új útjaink, akkor azoknak az állagát megóvni. Köszönöm. És hogyha ez a bejelentés elmarad, akkor utána valami szankciós jelleggel egy magasabb, nem tudom, utólagos díjat nem lenne célszerű bele tenni a rendeletbe? Igen, én meg arra gondoltam, hogy a közösségi együttélés alapvető szabálynak megsértésébe fogom beletenni ezt, hogyha valaki nem jelenti be előre, vagy pedig ezt a munkavégzést, a 15 napot nem veszi figyelembe. De az biztos, hogy a 12 ezer forint plusz áf valahol nem tud kibújni, mert a közútkezelői hozzájárulást akkor fogja a kezébe megkapni, amikor a csekkel vagy befizette a postán és hozza a feladóvényt, vagy átutalta és a pénzügy ad ki róla igazolást. Meg én szeretném, ha ez a kikiáltóba is megjelenne majd, tehát megpróbálom úgy leírni, hogy mindenki számára befogadható és érthető legyen. És hát a közterület felügyelőnek is szóltam, hogy úgymond reklámozza a faluban, hogyha ilyet hall. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a harmadik napirendben foglalt rendelettervezet megszavazását. Aki egyetért a rendeletben foglaltak, és javasolja majd a testületnek is elfogadásra, kérem, hogy a jelzés után igennel szavazzon. Köszönöm, a bizottság 5 igennel egyhangulag elfogadta a rendelettervezetet. És negyedik napirendi pontunk, két ülés közt, tehát legfontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló anyagot megkaptuk. Nem tudom, polgármester úr, kiegészíted, vagy akkor átadom a szót polgármester úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Két pontot szeretnék még kiegészítésként elmondani a beszámolóhoz. Az egyik egy múlt hét végén ismételten jelentkező műszaki probléma az általános iskola vízelvezető rendszerében, tehát a szennyvíz rendszerében. Itt tulajdonképpen havonta kellett most már a dugulás elhárítást igénybe vennünk. Ennek alkalmankénti költsége több 10 000 forint, attól függően akár 100 000 forintot megközelítő költség is, és a legutóbbi alkalommal egy komplexebb műszaki feltárást kértünk a kivitelezőtől, tehát a dugulás elhárítás kivitelező szakembertől, hogy mi okozhatja ezt a problémát. Korábban zsírfogó rendszert telepítettünk a mosogatóba, meg olyan eszközöket alkalmaztunk, ami nem volt, és azt reméltük, hogy ezzel egy picit tovább írja majd a lefolyó rendszer. Nyilván az új iskoláig azt kellene még valamennyire életben tartani, és a legutóbbi elhárításkor fagyökérzet került ki a spirál szerkezettel, ami a feltárást hozza, illetve még aznak a gyanúja is felmerült, hogy valahol kontrát kapott a szennyvíz kivezető. Ez az iskola előkerti részébe esik, azt hiszem a Liget utcai előkerti részbe, ahol vannak még nagyobb fásszerű növények, több évtizedes tuja, azt hiszem még fák. Ezeknek a
tulajdonképpen kivágásra lenne szükséges már most a gyökérzet tehermentesítése miatt a lefőrendszerbe, illetve egy 3-4 méteres szakasz, vagy akár a teljes feltárható szakasznak a cseréje. Ezt a hétvégén készítette el a műszak, ezt a beszámoló lapján azt a beavatkozási tervet, amit a holnapi napon viszek a tankerületnek egyeztetésre. Nyilván fát vagy semmilyen kerti munkát nem szeretne az önkormányzat végezni az iskolában a tankerület tájékoztatása nélkül, és reményeim szerint még a holnapi napon a tankerület nyilatkozik arról, hogy egyrészt tudomásul veszi a megkezdendő munkákat, másrészt biztatom majd a tankerületet, hogy ha lehet, akkor azért költségmegosztással próbáljuk ezt a munkát elvégezni, és a csütörtöki naptól várjuk már a kivitelezőt, tehát előzetesen a megrendelőt még nem küldtük el, de az előzetes egyeztetésben egy csütörtöki munkakezdésre kértük a kivitelezőt egy sürgősségi eljárásba. Ennek nyilván több 100 000 forintos költsége lesz, körülbelül 500 000 forint, attól függ, hogy mekkora csőszakaszt kell kiváltani, és addig pedig a holnapi naptól kezdődően az iskolai közétkeztetésben, sajnos nem a fenntarthatóság jegyében, de a kényszer helyzetből egyszerhasználatos edényzetekben lesz a gyermekeknek az étel tálalva, tehát a mosogatási procedúrát most az alatt a néhány nap alatt mellőzni tudja majd a tálaló, vagy a melegítőkonyha az iskolában. A másik pedig, amit a kiegészítésként tenni szeretnék, hogy a kivitelezővel az óvoda tornaszoba építése során egyeztettünk egy időpontot, hogy ha tehetjük, akkor ismét együtt meglátogatnánk az építési helyszínt. Most már komolyan előre haladtak a munkák, tehát sokat látunk, jobban is el tudjuk talán képzelni már a végleges állapotot is, de mégis még beláthatunk egy-két réteg mögé. Tehát most még látszódnak olyanok, amik az épületrészt végleges átadásakor már nem lesznek láthatóak. És hogyha alkalmas az időpont, akkor én a február 6-a KED időpontot, 10 óra 30-as időpontot javasolnám. Nyilván ez a munka mellett ez egy nehéz időpont, tehát természetesen, ha nem is tudunk együtt lenni, de amennyire csak sokan el tudunk menni, én itt a képviselőtestületnek, a képviselőtestársaimat, a bizottság tagjait, valamennyi bizottságunk tagjait, és a hivatalból a munkatársaimat is szeretném hívni erre a bejárásra. A kivitelező céggel is ezt egyeztettem, tehát hogy egy picit hogy többen lennénk, mint a szokásos 10-30, igen, leellenőrzöm gyorsan az e-mailt, ezt mai napon kaptam meg, tehát a 10 óra 30-tól február 6-án kedden. De hogyha nem tudunk együtt lenni, természetesen mindenkit egyedi időpont egyeztetéssel is várnak, vagy várunk, ahova csak tudok, csatlakozok én is majd mindig, de egy ilyen nagyobb, ilyen csoportos bejárást főépítészület is nagy szeretettel várjuk, hogyha csatlakozni tudsz. Tehát ez lenne még egy ilyen időpont, ezt nem tudtam a beszámolóba már beírni. Hogyha nagyon-nagyon rossz az időpont, akkor természetesen próbálunk még tovább egyeztetni. Valószínűleg 100%-ban tökéletes időpontot nehéz találni, de bízom benne, hogy minden többen együtt tudunk lenni. A bölcsinél volt egy ilyen napunk, emlékeztek rá, én szerintem az is nagyon jó. Sok minden olyat láttunk, amit egyébként a készépületben nem lehetett látni. Köszönöm szépen! Két témával lenne kérdésem. Az egyik, ugye volt szó arról, hogy itt a vasút felett az a MÁV-os területet megigényeljük az államtól, hogy ez a folyamat az hol tart, ez az egyik. A másik, meg ugye épül most az öregszőlő úton, meg ugye fölfele az új út, és én elmentem arra autó, és arra szeretném kérni azt, aki ebbe illetékes, gondolom műszakos, meg a Huszák János, hogy menjenek oda és nézzék meg azt, hogy a műszaki tartalomnak megfelelő mélységű aszfalt elfér egyáltalán azon a részen, mert nekem nagyon kicsinek tűnik az az alap, meg az a fölmarás, ami az aszfaltnak a leterítéséhez kéne, és azt még most nézzék meg, amíg nem kezdenek el aszfaltozni, hogy azt még időben lehessen jelezni, hogy komolyabb
munka kéne oda. Mert nekem az elég karcsúnak tűnik, és nehogy kimaradjon aszfalt belőle, ami egyébként kellene, hogy ott legyen. Ennyi. Köszönöm. Ez nem kérdés volt, ez csak elvettük. Köszönöm szépen. Az öregszülő lévő szakasz, tehát hogy melyik a teljes szakasz nézzük? Már szegélytüveket raktak be, és ugye ott akkor gondolom az a mélysége az alapnak, ami ott maradt. Arra lesz ráhúzva az aszfalt, gondolom én, mert én utána raknám be a szegélytüveket. És hogyha megnézzük a szegélytüvenek a szélét, amennyi az aszfalt tart, és úgy a alapot, tehát hogy mennyi aszfalt fél oda elejtett. A rétegrendet tartani. Tehát egy rétegrend az oké, mert nekem kicsit... Rendben. Jó, köszönöm. Köszönöm a jelzést. Elég bonyolult mind a négy útszakasz különben, talán még a legkevesebb gond a Dám utcával van. Ez egy földút, ami most válik szilárd burkolatú úttá. Itt tervekkel együtt tudtuk a pályázatban ezt az utat szerepeltetni, tehát itt egy viszonylag egyszerű feladat van, meg kell valósítani a terveket. Az összes többi részen már meglévő út felújítása zajlik, nem, sok esetben nem lehet belátni az út alá, tehát ez egy sokkal nehezebb kivitelezés, és emiatt már eleve sokkal sűrűbben kint van a műszak. Jelezni fogom, hogy erre külön figyeljenek még oda. Én csak egy visszajelzést szeretnék adni arról, hogy kim vannak. Igen megfelelő. Valaki mondja ki azt arra ott, hogy igen megfelelő, mert hogyha később ott elkezd töredezni, igen. Akkor annak kell, hogy felelőse legyen, mert ez egy nagy beruházás, sok mérnő van szó, és nagyon föl van túlra minden. Igen. Itt valaki mondja azt, hogy ez ott oké, még most. A napi szinten van az e-napló is vezetve, tehát nyoma lesz, és kérem a nyilatkozást, tehát ja, a műszaki tartalomra. Mondjuk, hogy megörülnék neki, hogyha ez ott lenne legkésőbb, vagy így, vagy bármilyen forrán lesz jelezve papírnak illetékben. Jó, az állami terület átvételével kapcsolatban országgyűlési képviselő úrral, dr. Rétvári Bencével tudtam egyeztetni, és ő azt javasolta, hogy ismételten igényeljen meg a térítésmentes tulajdonátadást, vagy pedig egy tartós térítésmentes terület használatot. Az előbbinek jobban örülnék. Ennek a levélnek a vázát raktuk össze az elmúlt időszakban, a véglegesítés még hátra van. Napokon belül küldjük a levelet. Síszüneteken túl vagyunk, úgyhogy el tudtunk ezen a vonalon indulni. Tehát a korábbi információk mentén haladunk nagyjából, ez az egy előrelépés volt eddig, az év végén és az év elején. Köszönöm. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk a beszámolóról. Aki elfogadja a beszámolót, kérem, hogy jelzés után igennel szavazzon. Köszönöm, 5 igen, a bizottság elfogadta a beszámolót. Ez az utolsó napirendi pontunk van, ezzel a bizottsági ülést bezárom.